Jelentősen átalakította kormányát Boris Johnson brit miniszterelnök. Lecserélte többek között a külügyminiszterét is. Dominic Rabot Johnson lefokozta igazságügyi miniszterré. Helyébe a korábbi nemzetközi kereskedelemért felelős miniszter Elizabeth Truss lép. A várakozásokkal ellentétben pozíciójában marad Priti Patel belügyminiszter és Rishi Sunak pénzügyminiszter is. Boris Johnson lecserélte a még a járvány során ősztűz alá került oktatási miniszterét, Gavin Williamsont is. Őt a brit oltási programért felelős miniszter Nadim Zahavi váltja. A Downing Street szerint az átszervezéssel a brit kormány célja, hogy erős és egységes csapat álljon fel, hogy az ország minél jobban fel tudjon épülni a pandémiából. Az új külügyminiszter Liz Truss legutóbb a Brexit utáni új kereskedelmi megállapodásokról tárgyalt. Az Euronews tudósítója szerint azonban Európa és az Egyesült Királyság kapcsolatát a gyakorlatban inkább a keményvonalas David Frost Brexit ügyi miniszter határozza meg, aki a megállapodások végső szakaszában tárgyalt, és jutalmul helyet kapott Boris Johnson kabinetjében.